Sziasztok, Zuzuk vagyok, folytatjuk a State of Decay alapjátékának a végigjátszását. Biza, biza, biza. És hát nem tudom, hogy mi lesz. Megnézzük, ugye. Egy picit próbálom még kitolni a játékot. Biztos, hogy ezt a részt ezt rászánom. De ha nem, ha nagyon úgy látom, hogy igazából nem, akkor lehet, hogy még ebben a részben befejezzük a játékot. Végső soron ugye nem az a célom, hogy minél tovább játszok a játék, arra ugye ott van a Blackdown DLC, hanem itt végül és végsősoron az alapjátékot játszok végig. Oké, esetleg semmi. Gondoltam arra, tudjátok, hogy megint kikérek lőszerkeresés, mindenket, de minek? Viszont legyen most már egyre jobban felszereltebb a mókusunk. Puska, lőszer, még talán egy pici. Mi akar ez lenni? Tűzbomba. Legyen nálunk. Túl sok ne. Oké. Na és akkor. Küldetés a fal, ami most mit is jelent? Például. Aha, igen, hát akkor őt nem csináljuk. Ha nem csináljuk, akkor őt. Amint lesz egy kis szünetünk. Nézzétek, hogy ugye, hogy itt, amúgy... Jaj. Na gyere, be tudsz jönni, tesó? Tesem. Ezt szeressem, mikor már következetesen... Következetesen bugos a játék. Jó, ez nem volt bug, nem fért át ezt a menjünk. Na, menjünk. Tehát, hogy... amint lesz egy kis idő, akkor megnézzük ezeket a... túlélő csoportokat. Ugye kettő biztos, hogy van. És érdekes, ugye, hogy a Wilkinsonékhoz elmentem. És... egész odáig nem jelent meg az ő túlélő csoport jelölésük, amíg a közelükben nem értem. Tehát lehet, hogy egy picit majd itt kocsikázni fogok a környéken, és azokat a túlélő csoportokat megpróbálom meglátogatni, akik, hát ilyen gyanús, hogy ott még van valaki. Anybody home? Igen. Esetleg kereshetünk is. Hát, ha van valami értelmes. Tehát, hogyha mondjuk találok magamtól lőszert, értitek, akkor az ne legyen probléma. Morfium. Érdekes, hogy nagyjából mind a kettő ugyanúgy néz ki. Ismás, jó? De nem tudom, tehát hogy gyanús, hogy nem ad föl küldetéseket. Nem dob föl, akkor inkább úgy mondom. Nem. Nem ad dob föl küldetéseket a túlélő csoportokkal kapcsolatban. Lehet, hogy az elejétől kezdve jobban oda kellett volna figyelni, hogy kinek milyen küldetést csinálok meg. Mit találtunk? Nem kell... Hát, a baseball ütő az... esetleg magamhoz veszem. Jól jön még. Hát ha. Tehát, hogy lehet, hogy buktam. De majd meglátjuk azt, hogyha elindítom a csoportot. Te mi vagy? Nyersanyag? Hát azt vigyük. Jó? I'm loaded up. Vigyük. See you back at base. Jó, és akkor... most rákapcsolunk. Gyorsan megnézzük a helyiségeket, aztán megyünk tovább. Na, tehát, hogy igen, hogy ki tudja, hogy lehet az is, hogy teljesen feleslegesen aggódom itt, mert hogyha már felénél már túl van a felénél már túl van a bizalomcsík, akkor nagyon tapostuk. Akkor már jönnek velünk azok a túlélők, de tényleg erre nem emlékszem, hát már régen játszottam ugye az alapjátékot. Hello? Azt tudom, hogy a State of Decay-nél csak akkor... picit kapcsoljuk be a lámpát. Csak akkor... várjatok? Itt ilyen helyeken szoktak jó dolgok lenni. Csak akkor... vihetjük át a nekünk megfelelő embereket, ugye a következő körre. Azt is vigyük. Az nekem tetszik. Ki tudja, hogy melyik
vagy kire kell majd még átváltanunk, vagy bármilyen gond lesz, akkor nagyon jó a nagy hátizsák. Hát azt mondanom sem kell nektek. Na, tehát, hogy a Steve Todd Dickénél azt tudom, hogy arra figyelnünk kell, hogy olyan embereket... Olyan embereket viszünk magunkkal, akikkel jóba vagyunk. Tehát, hogyha pont azokat a túlélőket tréningeznek, akiket nem tudunk vinni ugye magunkkal a következő körre, akkor ők nem jönnek magunkkal. És ugye az is véges számú, értelemszerűen, mert ugye egy ilyen lakókocsiszerűségben megyünk, aminek ugye véges a kapacitása. Tehát úgy van megoldva a játék. Jó, az a katonai zombi telik könnyű leverni. Ő a leggyengébb ilyen extra zombi. Jó, itt leszel? Úgy nézem. Nem, akkor nem. Ha már itt vagyunk, akkor őt... Végezzünk egy keresést, és akkor betegeljük, hogy mi van itt. Soha nem lehet tudni, hogy mire van szükségünk. Hát, ha nem... Tehát építkezünk valamit, értitek? Na, hát például ilyenre gondoltam. Mert például ez fontosabb, hogy legyen nálunk elég ilyen lőszer. Ne bántsatok, ne bántsatok! Éces vagyok meg, influenzás vagyok, ne legyetek meg! Az milyen hülyeség volt, gyerekek, néztem! A Z mint zombi, ugye az volt a címe a filmnek. Ha jól emlékszem, hogy a Brad Pitt játszott. Ilyen hülyeséget kitalálni, hogy a zombik, ugye, akik ott is halhatatlanok voltak emlékeim szerint, most lehet, hogy butaságot mondok, tehát, hogy hogy ők nem ettek meg, nem támadtak meg olyan embert, akinek rákja van, ugye, ott a filmben, kimondottan volt ilyen. De ilyen baromságot kitalálni, tehát hogy? Tehát egy zombi, aki már, ugye már nem tudod megölni, csak ugye az agyának, a legenda szerint, ugye az legendának a legenda szerint az agyának az elpusztítása, mit retteg egy izértől, egy rákostól? Hát ugyanúgy bezabálja, mint bárki más. Jó. Na mindegy, tehát egyrésztről jó, persze izgalmas film volt, stb. De másrésztről meg nekem ezek a Loki-ai bukfencek nem tetszettek benne, mert tényleg én úgy emlékszem, hogy azok a zombik ott ugyanúgy halhatatlanok voltak. Tehát, hogy arról gondolok, hogy nem halhatatlanok, tehát, hogy már ugye csak az agyuk elpusztítása, ez mi volt? Csak az agyuk elpusztításával. Na jó, van basszus kut. Ott valami fölrobbant. Aha, lehet, hogy ott van egy helyőrségünk. Menjünk oda már kocsival viszont, mert ez picit messzebb van. Hagyjatok! Lehet, hogy majd napokban újra megnézem ezt a Z-min zombit, vagy... De nem, mi volt? Z a polgárháború? Nem tudom. Z háború... nem tudom, bocsánat, elfelejtettem a címet. Na mindegy, de megvan, mert ugye én szeretem úgy nagyjából a zombis filmeket, és még a szar zombis filmeket is szeretem. Hello? Tehát, hogy lehet, hogy majd valamikor megnézem újra, és akkor picit úgy fölelevenítem ezt az emléket, hogy most ténylegesen ott olyan zombik voltak, akik már, tehát, hogy halott zombik voltak. Na, valahol bejöttek a zombik. Gyere, itt vagyok. Jaj, ott van mögöttem egy. És megnézem, mert nem akarok hülyeséget mondani. De minden esetre nekem rohadtul. Time to move on. Menj az anyádba. Tehát, hogy rohadtul nekem nem tetszett ez a rész. Menj meg a kocsiba! Igen, nagyon ott kell nyomni a Y-t, hogyha mellette vagyunk a kocsinak. Tehát, hogy távolról nem fog beleszállni. Na nézzük, ó! Ezt valahonnan innen kell megközelíteni. Ó, hello! Mókus őrssel találkoztunk. Na mindegy. Az Z-re biztos, hogy vagyok az Z-ben. És persze tudom azt is, hogy sok mindenen el lehet vitatkozni, az egész hülye zombis témán, meg igazából felesleges is véremenő viteket folytatni. Tehát olyan
stílusról folytatnánk vitát, ami teljes kitaláció, és még egy hatalmas nagy baromság is volt is, tehát ennyi. Minek vitatkozunk ilyen hülyeségeken, vagy minek vitatkozni ilyen hülyeségeken? Hát soha nem is szoktam amúgy vitatkozni. Pláne ilyen zombis filmeken. Minek? Na itt van, már látom. Oh, big guy. Jó elbújtál, hülye gyerek. I'm done here. Gyere. Area secure. No Zeds here. Jó, akkor menjünk gyorsan. Jó, és ne is, ne harcoljunk, tesó. Na, gyere, szállj ebbe a baromat kocsival. Nézzétek meg, könyörgöm, ember! Na, ez az. Ja. Meg úgy általában filmeken semmi értelme vitatkozni. Hát a filmek... a filmeknek az a dolga, mint a meséknek, vagy bármilyen ilyen történetnek, regénynek, hogy rá kell hagyatkoznunk, ugye, akkor itt, rakom ki, rá kell hagyatkoznunk a kitalálójának, vagy megírójának, rendezőjének, ugye, a profizmusára, és hagynunk kell, hogy vagy be ránt ugye a történet, vagy nem. Most az, hogy most miért így történt valaminek, miért nem úgy történt valaminek, stb. A teljesen felesleges gyerekünk. És látom ilyet sokszor, hogy ez miért így csinálta, meg miért úgy csinálta, basszus, tehát ő ezt találta ki, aztán kész. Aztán persze, tudjátok, tehát mondom, hogyha nem ránt be valami, akkor nem nézed meg azt a filmet, akkor kész, akkor az nem neked készült. Oh, you know, stuff. Őt is átrakhatjuk nyugodtan. És akkor nézzük meg, hogy mi van még itt nálunk. Most egyelőre semmi. Akkor... Go be a... Á, mindegy, menjünk, itt van a melyik kocsival. Most tök mindegy. Gyere, digidagi! Jó, megnézzük akkor a túlélőket, srácok. Most van egy kis időnk. És megnézzük, hogy mi a helyzet. Nézzük meg először itt ezeket a fönt. Azt nem is tudom ilyenkor például, hogy nagyon örülök, kedves Lili. Erről jut eszembe, hogy ezt csináljuk meg, nem? Tehát ez olyan jó dolog. Na, itt vagyunk. Na, közben eszembe jutott valami, hogy ezt még soha nem próbáltam ki, de... Ugye, sajnos őtőlük most ugye semmilyen küldetést nem kapunk. Igen, hello fiúk. Hey, how are you? Igen, és a bizalom... Hey, how are you? A bizalom náluk a legjobb. Need something? Semmi az élet egy világon. Hogy nézzük azt meg, hogy mit adjunk át neki. Mondjuk ilyen molotov koktél, vagy... tűzbombát. És a bizalom, hogy esetleg ilyenkor növekszik. Tehát hogyha, mert tudok berakni az ő ládikájukba is. Na nézzük csak. Hát, nem igazán. Nem, sajnos ez nem jött be. Itt valószínűleg küldetéseket kell nekik csinálni. Ja. Nézzétek meg, hány ember van itt lébet szólnak. Kettő elfingja magát, nektek annyi. Aj, nem tudom. És ugye az a baj, hogy nem fogok tőlük, mert szerintem kapni küldit. Mert miért? Tehát értitek. Menjünk vissza, és elnézek kíváncsiság képpen a bíróságra. Ott ugye elhoztam a túlélőket, de kíváncsiság képpen megnézem, hogy maradt-e ott bármilyen túlélő, katonaság, illetve bármit kijelezlott nekem. Meg a Santosszal is mi lett. Nem tudom. Lehet, hogy ennyi volt. Kifújt a játék. Jó, dükkezelés. Ezt most már megnézem. Na látjátok, tehát még itt van. Itt jelzi nekem, hogy itt van valamilyen bázisféleség. De valószínűleg nem jelenik meg semmi. De!
Hát ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Itt van a Ray Santos is. Nem tudom, hogy miért nem jönnek a küldik tőlük. Nem tudom, srácok. Ja, ez másik oldal kellett volna, és nem mindegy. Szerintem itt a városban... más nincsen. Akik ilyen gyanús, tehát ilyen... túlélő csoport lennének. Ó, itt sem voltunk. Tűzoltóságnál is. De ha esetleg valaki megnézi itt ezt a utolsó részt, és még esetleg játszik a játékkal, vagy kedvet kap, akkor egy picit akkor tanácsolnám neki, hogy ezekre a túlélő csoportokra esetleg jobban odafigyeljen. De az a baj, tudjátok, hogy annyi dolgunk van, tehát hogyha ugye nem figyeled a saját bázisodat, és nem csináld azokat a küldetéseket, hogy szövetséges bajban, barát bajban, stb. Akkor igazából a saját bázisaidat gyengíted. Na, hát nem tudom még, hogy mit csináljunk, srácok. Én nem tudom, úgy gondolom, hogy ez már időhúzás 11-es. Hány óra megy a felvétel? Ez már időhúzás 11-es. Jó, még megcsináljuk. Mi volt ez? Mindegy. Megcsináljuk még ezt a küldit. Ó, ott van egy digidagi daganat, ha jól hallottam. Megcsináljuk még ezt a dükkezelést küldit. Azzal is egy picit ugye... akkor kitoljuk a játékidőt. Aztán tényleg, hogyha nagyon nem jön semmi, akkor szerintem még ebben a részben lezárjuk. Várjatok, erre menjünk. Még ebben a részben lezárjuk a játékot. Mert végső soron semmi. Semmi extra nincs. Na te ki leszel? Aden Kofi. Sétáljunk egyet. Na, le is lőtték. Ügyesek voltatok. Mit kell csinálni? Várjatok, hogy harci kiképzés. Anything you want to get off your chest? I'm fine. Nem tudom, végső soron menjünk. Itt a közelbe, megkockáztatjuk a kocsi nélküli odacaplatást. Érdekes, hogy mindig oda küld, hogy ahhoz az épülethez. Ez mondjuk nem baj, nincs a sorom. Annyira nem zavaró. Jó, tehát a jó öreg bevált, mondanom, hogy azt jelenti, hogy csípuhi. Gyere ide. Jó, szerencsére, hogy ott ki tudjuk őket itt csalni egyenként, vagy akár hanyassával. Hoppá, Rézi, mi itt a kis rohadék? You got that one. Jó, és akkor ahogy nézem, hogy bent sincs már olyan sok. Na, csapd el a fejét! Ne azt lökdösd, te hülye gyere! Na, ez az. Not too bad. We should get moving. Lead on. Let's roll. Jól van. Keep an eye out to the left. Ennyi, mehetünk is haza. De ha egy zombit megölhetsz, akkor ne azt. Holnapra típusú feladat. Na, tehát, oké, srácok. Szerintem... tehát... whatever your problem is, jó ideje nem kaptunk Santos-széktől küldetést. That why you wanted this bit of quality time? But you gotta figure out a way to deal with that shit. Take it out on the Zed. És jó ideje nem kaptunk ott az északiaktól sem küldetést. És én nem látom értelmét. Hey, thanks for the pep talk. It helped. I'm glad. Hogy itt mászkáljunk csak. A semmiért. Esetleg földeríthetnénk még egy-két terepet, tudjátok. Visszamehetnénk oda nagyon éjszakra.
Gondolok itt ugye erre. De hát minek? Jó van, fiúk. Tudjátok mit? Kezdjük el. Azt nem tudom, hogy tudjuk elkezdeni. Várjatok, hogy esetleg Lilivel kell beszélnünk, vagy egyből csak oda megyünk a helyszínre, vagy hogy? Ezt már elfelejtettem. Hol van Lili? Jó, viszont... So, you know, if you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. Viszont... Nem, az már nem kell, bocsánat. Vissza. Viszont készüljünk föl. Ez is fog kelleni. Amúgy ez is fog kelleni. Azt rakjuk még át? Mert négyet biztos, hogy át lehet pakolni. Igen. Négyet biztos, hogy át lehet pakolni. Esetleg lepakolhatjuk a... Hát ő azt mondja, hogy mindegyik fegyver tartós, ahogy látom, nem? Várjátok, az hol mutathatja? Hogy jobb alul nézem természetesen. Remélem, hogy az azt mutatja. Tetőfedő szerszám nagyon kemény. Nélküle egy apokalipszis sem teljes. Jó. Jó. Oké. Hol van Lili? Hol van Lili? Küldetésben? Hogy? Ez hogy? Na jó, mindegy, nem tudom. Akkor valószínűleg srácok, hogy menjünk oda, és megnézzük, hogy mi lesz, jó? Tényleg. Érzitek, ugye? Hogy most igazából most mit csináljunk? Tehát, hogy itt csinálhatjuk a semmit, végső soron meg gyűjtögethetünk, de arra ott van a Breakdown DLC. Arra pont ott van a Breakdown DLC. Itt meg most megcsináltuk, hát... Jó, még amúgy egyetlen egy dolgot lehetne csinálni, hogy nagyon alaposan tényleg addig játszottuk a játékkal, itt az alapjátékkal, amíg mindent átvizsgáltok. Minden épületet. És ugye megnézitek azt, hogy hol találhatok még feljegyzéseket. Még ennyi. De szintén most ettől én eltekintek, jó? Ettől én most eltekintek, srácok. No. If you're hearing this, we could use some help. Na jó. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Should be on your map. Jó. Srácok, ameddig ilyen van, addig azt is viszont megcsináljuk, jó? Ameddig ilyen van. Mert akkor egy picit legalább tudunk mit csinálni. Tehát van egy kis akció, van értelme ugye az, hogy itt vagyunk még a térképen. Még a pici is. Már csak azért is, mert... most nem tudom, hogy ki kérte a segítséget. De hogyha ugye tőlünk kérte valaki a segítséget, akkor természetesen... És még nem vagyunk vele jóban. Akkor természetesen ugye akkor... Annál a személynél ugye nőni fog a reputációnk. Vagy hát ugye barátságosabb lesz velünk, menjünk kettőrbe. Mert mint gondoltam volt, hogy azt is én már elfelejtettem, hogy most pontosan hogy itt viszünk magunkkal? Mindenki jön velük a branchból? Vagy pedig csak az, aki barátként van velünk? Vagy tehát, hogy... Értitek? Hát bizalommal van irántunk. Nem is talán az a jó szó, hogy... Jó, ne várjátok, rossz felelőttem. Ez az. Tehát, hogy nem csak hogy barátként, hanem megbízik... Megbízik bennünk annyira, hogy akkor velünk jön. Ja, várjátok, köpködő zombi. Az a savas zombi. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Na jó,
négyen jönnek ránk, gyorsan mit támadjunk elsőnek. Ez az. Ó, ne! Az anyára, gondoltam azt ütötte szerencsétlen és nem azt, aki a meltársunk. Hopp, ott van. Menjünk innen. Not bad. Okay, I think I'm ready to head home now. Még? Jó, senki. Akkor gyorsan be a kocsiba. Megnyomtam véletlenül az Y-t. És az okos tojás amúgy ilyenkor nem, hogy erre jönne, hogy tudnám kísérni, nem. Hanem ő erre jön. Hát rövidebb úton gondolom. Igen, nem, csak hát most nézzétek, hogy ott van a hülye gyerek is beakadt. Ó, Istenem. Hol vagy? Attention citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Hol van ez a Montresor százados? Be advised that I have authorized all troops to respond to such measures with lethal force. De hol van a túlélő? Remain in your homes and wait for this to blow over. Ez érdekes. Ott van. Ó. Általában mutatni szokta, nem a kis térképen, de lehet, hogy csak akkor, amikor harcol. Akkor jelenik meg. Te jó képességű. Jó, megyünk be egy gyógyszert. Na most még az a szerencse, hogy amikor majd lesznek az a nagy harc itt a végén, akkor ugye nagyon nem kell futnunk. Meg hát hamar elhasználjuk majd a cuccainkat. Na jó van. Mondom srácok, hogy még itt játszhatnánk, stb. De amondó vagyok, hogy akkor nézzük meg, hogy most eljutunk-e odáig. Ha jön bármilyen feladat, akkor még maradhatunk. Mert érdekes, hogy... De nem, ezeket is amúgy... Ezeket ismételt, ezeket a szövegeket, nem? Tehát ez a Montresor százados is. Rohadtul nem tudom, hogy már hol van, de... De ezt a rádióadást már hallottam. Mondom, egyetlen egyen lehetne még foglalkozni, az, hogy tényleg elkezdjük átvizsgálni, mert most van időnk, tehát most lenne időnk, elkezdjük átvizsgálni a épületeket, és minél több feljegyzést összeszedünk. Hogy hát, ha megtudunk valamit a zombi apokalipszisről, hogy itt miért pont itt vagy, miért csak itt vagy, vagy egyáltalán miért... Hopp. Ja nem, bocsánat, erre kell menni. Miért így, úgy, amúgy, meg ilyen feltételekkel lett bármi is. Jól van. A stáblistát külön fogom... ez mi? De ez mi? Tehát hol van a... Basszus, ott meg jön egy zombi horda. Tehát ez mi? Azért nincs velünk Lini, mert küldetésen. Na jó, de hát csak ennyi ember jön velünk, gyerekek. Ez így gyengusz. Azért abban a lakókocsiba sokkal több ember beférne, mint a heringeket, berakhatnánk őket. Értitek? Hú, látszik, hogy jó régen játszottam a játékkal. Tehát az ott kevés, ott van a lakókocsi. És ennyi, meg egy bambi. Damn, I'm tired. Ne csináld ezt velem, hülye gyerek! Hát ezt nem hiszem el. Ó, basszus kulcs. Jaj, gyerekek, ez nagyon rosszul jött. Ez nagyon rosszul jött. Azért figyeljetek, tehát azért nem akarom megkockáztatni. Mert...
Mert itt fontos lesz az állóképesség. Te ki vagy? Atléta, hencegő, én katonai sapkája van. Nézzétek meg tehát, hogy ő mennyire jól ki van gyúrva. Tehát valami olyasmit kellene néznünk, mint ő. Eltűnt. Na, fiúk! Maybe later. Mert? Aki épp elfoglalt, akkor őre. Akkor bocs, de akkor nem csináljuk most meg. Ez itt tényleg azért egy picit kemény harc lesz, habár én szerintem nagyon jó föl voltam szerelkezve. Jó, tudom, hogy most lehet, hogy sokan anyáztok, de bocs. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon jó föl voltam szerelkezve, de... Figyeljetek, arra emlékszem, hogy amikor játszottam vele, akkor ugyanúgy jó föl voltam szerelkezve, és éppen hogy meg tudtam csinálni a küldit. Ez jó. Nem kell ennyi gyógyszer neked. Ennyi sem kell. Akkor rakjunk át. Nem lőszer sem kell. Tökéletes. Rakjunk át neki valami felszerelést. Hol van ez baseball ütő? Itt van. Az nem túl nehéz, aztán ennyi. Meg rakjunk át neki molotov koktélt, vagy tűzbombát. Na jó. Tehát, hogy azt tudom, hogy éppen hogy meg tudtam csinálni, srácok, bocs. Éppen hogy meg tudtam csinálni a küldit. Várjatok, de hol van most? Ő van csak. Aha. Jó, akkor csináljuk meg őt, amint hogy ezt a barátot. Tehát úgy akarom majd befejezni, hogy a legerősebb karakterrel megyek oda, az a Marcus. És hát úgy jó felszerelkezve. Értek. Mert ott a végén az nagy hírig lesz. De mondom, szerintem, tehát nem akarom megkockáztatni, de szerintem meg tudtam volna még így is csinálni, mert iszonyat mennyiségben ugye föl voltam szerelkezve tűzbombákkal, mindennel. Mindennel iszonyat mennyiségben föl voltam szerelkezve. Confirmed. We're Zed free here. És ezt már át is kutattam ezt az épületet, ahogy nézem. Can anybody hear me? Hopp, 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 hopp! Itt mi történt? A hülye gyerek kiugrott. Na, itt is jön egy. Nem valami dükkezelést... Jaj, de megijedtem, te hülye! Come on. Nem valami dükkezelést írtak ki? Nem, úgy emlékeztem, hogy valami dükkezelés volt. Ez az, ügyesek vagytok. Na, mehetünk. Cyber choice, aztán menjünk. Merre vagyunk? Azt a mindenit túlmentem az úton. Akkor annyit fogok csinálni. Istenem, mit is? Na mi van? Valami, mintha alánk ragadt volna. Gyerünk gyorsan be. Ó, lehet, hogy itt volt egy rohanó zombi. Igen. Annak ilyen hangja volt. Jó, szipi-szupi.
Nézzük meg, hogy van-e valami. Na, viszont akkor azon gondolkodok, hogy elnézek ide a katonai táborhoz, ugyanis az a tippem, hogyha talán, ha talán bárhol is találok bármilyen használható feljegyzést, akkor az az lesz. Jó? Gyorsan csináljunk valami küldit, aztán ennyi. És akkor majd, ugye... Marcus remélem, akkor kipiheni magát. És akkor vele fejezzük be a küldit. És igen, nagy valószínűséggel akkor már ezektől a túlélőtől itt nem kapunk semmit. Tehát ennek nem is értem, hogy ennek mi értelme volt akkor, vagy mi értelme van, hogy ha csak ilyen kevés ember jön velünk, akkor minek? Értitek? Akkor minek küzdünk végső soron? Mert például megmondhatná azt a játék, hogy szerezzünk még lakókocsit, tehát még egyet, és akkor még el tudunk vinni túlélőket. Tehát két lakókocsi. Na mindegy. Na, szóval szépen elfutatjuk. Menjünk oda a helikopterhez. A helikopternél nem tudom, hogy mindent átkutattam-e. Ez mi volt? Nem mondjátok. Te mi vagy? Jó. Tehát, hogy itt mindent átnéztem-e a helikopter körül. Vihetünk haza a lőszert akár. Teljesen tök minden. Mert esetleg még itt találhatunk valamilyen irományt. De hát nem, szerintem nem. Ohohohohoho! Jó, hagyjuk abba. Ó, ilyet is tud, karakter. Futásnál megnyomtam a gombot. Nagyon kircsi volt. Jó, látom, hogy itt már azért... Nézzétek meg, hányan jönnek. Ezt itt nem kockázhatom meg. Elég volt az a... sok kis hiba, amit ilyenkor mindig csináltam. Na, ügyesen. Jól van, hogy... dögölné meg. Jó, titeket is elgázolok. Megvolt. Várjátok, megmutatom hátul azt a... Na. Azt a másik bázist, jó? Akit esetleg érdekel. Így, voilà. Itt lehet bemenni. Úgy, és ő az. Ez egy potenciális lakóhely. Nem, már nem emlékszem, hogy mennyiben különbözik a... attól, ahol most vagyunk. Tényleg nem tudom. Itt lehet, hogy több kertet tudtok létrehozni, vagy nem, tényleg nem tudom. Na, és akkor itt fogunk kimenni, srácok. És akkor átvizsgálunk. Jó, most a emberénk most dögöljenek, mert most ennyi. Most az emberink várnak egy csöppet. Amúgy is szerintem már nincs súlya. Tehát már időhúzás. Az egész. Nem kell. Lehet, hogy nem is ilyen helyen kéne amúgy néz. Op, de ott van valami napló. Nézzétek. Kedves naplón szentég működött, amikor Skyrim megmutatja egy szertartás sötét akarat. Sötét? Mi van? Na, hogy egy szertartás segítségével sötét akaratunk teljesítésére kötelezhetjük a halottakat, és bosszút állnak az olyan segítségek, mint Ricky Valdez. Azt hittem csak viccel, de mégis működött. Tele vannak vele a hírek, a holtak kikelnek sírjukból.
hogy az élők húsán lakmározzanak, mindjárt jövő kipróbálom a király zombit hatalmat. Mi van? Amikor, hogy egy szertartás segítségével a sötét akaratunk teljesítésére kötelezhetjük a halottakat, és bosszút állnak az... Mi? Nem, most ez komoly? Értitek? Tehát, hogy akkor itt valaki... És ezt most pont véletlenül megtaláltam. Tehát, hogy valaki egy szertartás segítségével keltette meg a zombikat, és akkor így... nem jó, mindegy. Ez érdekes. De gyerekek, tehát ilyet... Tehát, hogy ennyire ráérezni valamire, az valami hihetetlen. Az valami hihetetlen. Az nagyon durva. Azt a mindenét. Na hát minden esetre ez most... De nem lehetünk megint csak okosabbak, ugye? Mert találtam én tényleg olyat is, hogy ha valami kísérlet lenne, ugye? Ez az egész. Arra baj, nem emlékszem már a pontos szövegre, hogy valamik az első pár résznél volt. Ahol... Hú, de ilyen mar... De csak ott áll. Az első pár résznél volt. But they sounded scared. Might be worth checking out. Aha, akkor azt lehet. Úgy megcsináljuk, srácok. Na, jó lesz a rendőrkocsi is. Akkor azt... Check this out next. Duly noted. Azt lehet, hogy meg... csináljuk, és be is rakta nekem? Be is tegelte nekem egyből? Vagy mi van? Ott van valami, nézzétek? Jó. Hajrá, csináljuk. Na, nem tudom, hogy miért, de valami isteni sugallat, ségi segítséggel mégiscsak volt értelme annak, hogy nem kezdtem neki a utolsó küldinek. Egyrésztről találtunk valami érdekes írományt. Ami szerintem szimplán olyan, hogy inkább valami baromságnak tűnik. Értitek? De hát mégiscsak van valami. Szerintem úgy csinálták meg a játék készítői, hogy mindenhol elrejtettek ilyen feljegyzéseket, és természetesen többféle ilyen okot vázolnak fel előttünk. Ezt is el tudom képzelni amúgy. Én mondom, én most valószínűleg kettőt megtaláltam. Az egyik az a katonai kísérlet. Tényleg nem tudom, hanyadik részben volt, majd valaki írja le, léci. És most ez. Mert tudjátok, tehát a zombis filmekben is ilyen baromságok szoktak lenni általában. De most... Tehát tényleg értelmet ne keresünk már a zombi filmben. Ez pont ez az, hogy arra való az egész, hogy a fantáziánkat egy picit úgy... I already told you, we don't have any ammo! I mean, Christ, we're already down to killing zombies with 2x4s. Yeah, that's real heartbreaking. Thing is, that doesn't change our bottom line. But I don't have any! I'm not interested in your excuses. You got 2 days! Yes. And in case you were wondering, we do have ammo. De ők kik voltak most? A Wilkinsonék? Ez most rohadtul. Tehát, hogy ott fönt a Wilkinsonok, mert azt hiszem nem úgy hívják őket. Nem tudom, nem igazán... Nem igazán perfect. Tudom. The hell was I thinking? Ja, persze. Okay? Persze. Yeah, I got that pont impression. Van, pont van nálam lőszer. Follow me. Okay. Irány hazafelé. Amúgy itt mi van? Hát, vihetünk, azt is, down. Nem? Jó, akkor menjünk, Joyce-i. Irány hazafelé. És akkor hol lesznek? Nálunk? Érdekes. Na, go, akkor gyerünk. Állj, gyerekek, teljesen értelmetlenséget csinálok, mert nyíl egyenesen itt átvágunk most a pusztaságon. Hány órán jár a felvétel? Lassan-lassan vége lesz a videónak. Tehát az a baj, hogy még, igen, tehát még
még játszhatnánk a játékkal, mert történnek azért dolgok, de... Tehát addig meg halálra unjuk magunkat, na. Nem, de, ugye? Addig halálra... unjuk magunkat. Ó, ez azért rizikos volt, ilyet nem szabad csinálni. Hú, de megijedtem. Tudunk menni át. Mert tehát igen, tehát hogy most már semmi izgalom nincs, csak annyit tudnánk csinálni, hogy na akkor néha ad valamit küldött a játék. Én ugye folytathatnám akkor még a átvizsgálásokat, kereséseket, kutatásokat, de hát... Hoppá, hova jöttem? De annak én nem látom értelmét. Ha csak nem úgy, hogy ténylegesen mondjuk célirányosan mondjuk elkezdik átkutatni egy területet, és akkor, hogy ott mondjuk találunk bármilyen infót, ugye, ilyen feljegyzéseket, akkor azt még azt mondom, hogy csinálnám. Tehát picit tényleg akkor többet megtudni, hogy milyen ötletek voltak még így a játékban. Okay, I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one for you. Érdekes, hogy Lily is úgy beszél, mintha itt lenne, miközben nincsen itt, hanem ott van a területen. Don't say I never gave you anything. A kis csalafinta. Jó, ezek maradhatnak. Állj! Ó, most nézem, hogy... Hogy lehet így... kiengedni bárkit is. Nem volt betöltve a fegyver. Na gyere csóki, vagy csóka. Come on, you're carrying this. Ja, és kézbesítsd a lőszert. Ja, de hogy? Wow, this is a lot of ammo. What were you planning to do with this? Just follow me. And stay close. I'd rather you didn't get eaten. Ja, hogy most az ő hátán van. Aha. Jó. Oké. Okay. No problemo. Hát akkor menjünk. A program nem érzékelte, hogy az én hátamon is van ugye egy lőszer. Ugye lőszer volt nálunk, nem építőanyag. De azt hiszem lőszer volt. Mindegy, lényegtelen. Na és... Na várjuk, és akkor most hova megyünk? Kézbesítsd a lőszert. Ezek Wilkinsonék. Mármint, hogy... Tehát nekem mindig úgy van, hogy Wilkinsonék. Ezek ők. Igen. Ezek ők. Ó, mindjárt átvágjuk a cuccot. Jó, akkor nem. Hitten gondoltam, hogy létrehozok még itt egy helyőrséget, mert még tudok helyőrséget ugye létrehozni. Amúgy lehet, hogy az egy megfelelőbb dolog, hogy mindig akkor kiszűrjük azt, hogy hol vannak ezek a zombi hordák, és akkor kimondottan oda éptünk egy helyőrséget. Mert mindig valahol van leszpannoltatja a zombikat, a zombi hordákat. Várjatok! A repülőn körbenézhetünk? Nézzünk már! Zombies up ahead! Ha már itt vagyunk, tehát hogy... Hát ha találunk itt is valami feljegyzést. Engeded el? Vagy nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ugye új kis teremtményünk van, kis kutya. És a Csoki lett a neve. Mi is a neve? Vagy a fajtája? Nem tudom, engem ilyenek soha nem érdekelnek, tehát hogy most milyen fajtájú egy kutya. Itt van, szeretni kell, foglalkozni kell vele, és kész ennyi. Viszont azt tudom, hogy... Kis barna ördög a kutyus. Ezért akkor ilyen csoki barna. És ezért csokinak kell nevezni. Szerintem ez most tök jó eltalálták a... sógoromék, nővéremék. Várjatok, ott esetleg, mintha valami foszforeszkálna? Hát nem igazán. Pedig én úgy emlékszem, hogy van itt a repülőgépnél valami. Tehát, hogy itt találunk cuccokat, amit át lehet vizsgálni.
az is lehet, hogy már teljesen rosszul emlékszek, nem? Na, mindegy, olyan szerintem tök jó eltalált. Mert ugye ezek a kutyák, tehát ezek nem az enyém. Én nem tudnék egy kutyát fönntartani, tehát etetni, kutyatáp, meg mit tudom én, meg jó, tudnék, csak az máshol vinnén el a pénzt, meg állatorvos, úristen gyerekeket, tehát kutyának a fönntartása, az nem kevés pénz. Vagy bármilyen, bocsánat, tehát bármilyen, ilyen mondjuk cica, vagy ilyen nagyobb. Fekete doboz nincs például. Ah, itt van valami. Megint nagy hátizsák, azt megint szerintem vigyük haza. Sőt. Csajszínak kicsi hátizsák van. Jó, ezt meg meg is semmisíthetjük, mert... Ja, és akkor még mi volt itt? Ó, már semmit nem viszek, na. Semmit nem viszek, srácok. Jó, szerintem ennyi meg egy bambi. Ezt megnéztük akkor, hogy itt a repülőgép közelében akkor találunk-e bármilyen érdekes írományt. De nem volt. Vagy mondom, akár a fekete dobozt is, értitek? De nézzétek, tehát itt ez gyanús nekem, hogy itt ez mi a figy fene. Látjátok? Mindegy, nincs ott semmi. Na jó, menjünk, kezdesítsük, hogy összedjelünk. És akkor lassan már vége is lesz a videónak. Várjatok. Valahogy keveredjünk ki. Ne, ne mondd, hogy fölnakadok valami kis hülye kavicson, mert azt nem szeressem. Na ez az. Jó, tehát ugye ezek a barmok terrorizálják ott ezeket az embereket. Kereskednek velük, hát ugye idézelbe téve. Azt mondja, hogy most már aztán kimegyünk az útra. És végső soron akkor megvolt ez a egy plusz rész. Végső soron akkor mégis csak összejött. És még találtunk is valami érdekességet így a feljegyzéseknél. Meg akkor látszik, hogy akkor van valami, tehát csak kicsit sűrűbben kéne, hogy beadja a játék. Tudom, eddig mindig azon sírtam, hogy ugye nincs mit csinálnunk a játékban. Tehát végső soron még mindig bead egy csomó olyan küldit, hogy szövetséges bajban, meg keresd meg mit tudom én, meg babusgasd. Pont, hogy inkább ezeket a túlélőkkel kapcsolatban kéne több küldetést adni. De ennek is lehet, hogy semmi értelme nincs, mert mint mondottam volt, hogy nekem volt az a gyanúm, hogy ott van az a csapat, aki vár minket a kapunál, és csak ok jönnek ki velünk. Tehát akkor hol vannak a többiek, értek? Akiket mindig ugye megmentettem, oda mentem, megkerestem, kihúztam a bajból, stb. Akkor minek van ez az egész? Na mindegy, még lehet, hogy tévedek. Amúgy, tehát tényleg Franci emlékszik már rá, hogy játszottunk a játékkal. My one swing wide. We got zombies to the left. Hogy csak az a csoport van ott, de a többi túlélőt is megmentjük végső soron, mert hát ugye, hogy akkor érzékelik azt, hogy nyitottunk egy kijáratot, és akkor kimenekülnek rajta. Na jó, de hát kimenekülnek a zombik is, értitek? Yeah. And what the hell is this? Mi fogjuk elterjeszteni a világon a zombi apokalipszis? That should clear the debt. Well, you boys didn't have a bullet to your name. This is from your stock, isn't it? Don't be an idiot. Why would it be from their stock? Does it clear the debt or not? Now, bullets are bullets. Don't much care where they came from. You can tell your sweethearts their debt's settled. The hell'd you do that for? I don't even know what to say. Thank you doesn't really cover it, does it? Forget about it. You'd have done the same for us.
Well, yeah, I guess, but I mean, you couldn't really have known that. Jó, nézzünk be ide hozzájuk. Mintha növekedett volna a bizalom. Tehát lehet, hogy itt az ő bizalmunkat mindig majd ilyenekkel tudjuk. Vártok azért, ha már itt vagyunk, akkor dobjunk is tőlük a rohadékoktól. Így van. Köszi, szevasztok. Tehát, hogy... hogy akkor ő náluk mindig akkor így érjük el a bizalmat. Hogy kifizetjük a adósságot valakik helyett, és akkor ugye a Wilkinsonék meg akkor ezt jó néven veszik. Mert most egy növekedett a bizalom Wilkinsonék fele. Ne akadjunk föl semmi, léci. Várjatok, mondott valami küldit. Egy részről meg valami, ó, úristen mennyi, meg valami influenza felkészültséget is mondott. Én szerintem amúgy azt a mindenit már... Jó, nincs már idő, már azt most akkor nem fogom megcsinálni. Visszamegyek a bázisra, lerakom a Molotov koktélokat. Az a biztos amúgy, mert kiléphetnék most is a játékból, nem probléma. Csak ugye azt nem tudom, hogy hogy menti el a játék a állapotot, és inkább legyen a ládában a Molotov. Jó, de várjátok, ahhoz nem kell visszamenni. Hülye vagyok. Aha. Ahhoz bármelyik... helyőrség jó. Jó. És nem húzom már az időt. Itt most megint pihi van. Elkezdjük majd még a játékot következő alkalommal. Aztán... nézzük meg a térképet amúgy, hogy... ja, itt van, elkezdődött túlélők. Akkor, na, akkor menjünk ide. Ott van egy helyőrségünk, az van a legközelebbi. És akkor a következő révben megnézzük azt az elkeseredett túlélős hülyeséget. Hol van? Párézi, mi? Valahol itt van. Tehát megnézzük azt a küldit. Megnézzük még egy pár küldit, de... de megint ahhoz tartom magam, hogyha nagyon, nagyon nem tud felmutatni semmit a játék, akkor biza, jó, ez maradjon nálad, akkor biza abba fogjuk hagyni. Tehát akkor nekünk megcsinálom a küldit. Tehát most tényleg nem tudom. Oké. Megkaptuk a mentést, szupi. Jó, tehát most egy picit igen nem tudom, hogy mit csináljunk, mert... tehát azért történtek események ebben a részben. Kaptunk új túlélő csoportot, csak még egyszer mondom, nem tudom az, hogy van-e bármi értelme most a túlélő csoportokat, a csoportot pátyolgatni, ha ennyi kevés embert viszünk magunkkal. Mi értelme van? Jó, figyeljetek, eldöntöm. Az a baj, hogy ugye mire ezek a videók úgyis felkerülnek, már rég itt felvettem a következő részt. Tehát még semmit nem tudtok nekem tanácsolni sem, hogy most még játszogassunk vele, elnézitek, ahogy játszok, meg elhallgatjátok, amiről dumálok. De mondom, ez most rám van bízva, és akkor legyen úgy, hogy akkor megnézzük a következő részt. Megcsináljuk, most van három, ha marad, nem tudom, hogy maradnak ezek a küldetések a következő részre. Lehet, hogy ma még játszok vele egyet, nem tudom, majd meglátom. Tehát, ha maradnak a küldetések, akkor ezt mit csinálni? Ha nem marad semmi küldetés, és nagyon unalomba kezd fulladni a játék, akkor meg megcsináljuk a főküldit. És akkor, ahogy esik, úgy puffan meg, ahogy befejezzük, úgy fejezzük be többet. Jó? Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, és ne legyetek zombik! Sőt, hózombik! Na, pápám!